kezdesz felnőni, kicsim? Nem vagyok kisgyerek, pikpak is nagy leszek. Halld meg az én nevem, Gályú. Nézd, mennyi újdonság, vár rám sok bohóság. Várd meg, hogy mit mesél, Gályú. Hidd el, az élet mindig tréfás, de van úgy, hogy elkél egy kis támogatás. Felnőni nem nehéz, élvezni kell is kész. Nézd meg, hogy megy nekem, Gályú. Gályú, Gályú, Gályú. Én vagyok! Nézzetek Gályúra, milyen szép a ruhája! Nézzük, miről van szó. A mai mesénk címe Gályú új babysittere. Gályú szülei egy különleges vacsorára készültek. Veletek akarok menni! Gályú, ez az évfordulónk, egy különleges nap számunkra. De van egy meglepetésünk neked és Rozinak. Egy új babysitter? Hát nem nagyszerű? Nem akarok új babysittert! Ez biztos, Julie. Beengedem. Nem szeretem Julie-t! Julie volt az új babysitter, de Gályú a régi babysittert akarta. Ezért eldöntötte, hogy egyáltalán nem fogja szeretni Julie-t. Szia, Gályú, Julie vagyok. Csak nyomd meg a gombot. Sziasztok! Hát nem elbűvölő anyukád ruhája. És milyen elegáns apukád a smokingban. Integessünk nekik. Aznap este eljött a vacsora idő. Semmit nem kérek enni. Én sem kérek enni semmit. Gályú, meg kell enned a vacsorát. Nem kényszeríthetsz. Van egy ötletem. Anyukátok és apukátok egy különleges vacsorára ment. Miért ne csináljuk ezt mi is? Habár Gályú eldöntötte, hogy nem szereti Julie-t, ez az ötlet elkezdte érdekelni. Gyertek, mire várunk még? Most olyan csinos vagy, mint az apukád. Komolyan? Bizony. Gályú rájött, hogy elkezdte megkedvelni Julie-t. Most menjünk, öltöztessük fel Rozit is. Gilbert! Várjatok! Gályúnak tetszett az öltöztetős játék, de még mindig nem kívánta a salátát. Gyerünk, Gályú, enned kell! Nem akarok enni semmit! Én sem akarok enni semmit! Hát, ha nem akartok vacsorázni, miért nem reggelizünk inkább? Hogyan reggelizünk? Vacsora idő van. Hát az nagyon egyszerű. Mostantól mindent fordítva fogunk csinálni. Jó lesz. Szia, Gályú, szia, Julie. Ti is jól éreztétek magatokat? Megreggeliztünk. Tényleg? És a vacsora? Arra gondoltam, hogy azt holnap is megehetik, ha nem gond. Nem gond, Julie. Ha kész vagy, haza is viszlek. Ne, apa, ne! Gályú olyan jól érezte magát az új babysitterével, hogy nem akarta elengedni. Ne aggódj, Gályú, megígérem, hogy hamarosan meglátogatlak. Nézzük, hogy tanult meg Gályú korcsolyázni. Egy téli napon történt, akárcsak a mai. Amióta Gályú látott egy hoki meccset a szüleivel, korcsolyázni szeretett volna. Ezért az apukája csinált egy korcsolyapályát a kertben, és megvette neki az első korcsolyáját. Ellövi és gól! Nincs az a gól, hölgyeim! Hoki játékos akarok lenni! Ahhoz előbb meg kell tanulnod korcsolyázni. Én korcsolyázom a leggyorsabban. Nézd, anya, elesett.
Akkor a világbajnokkal fogok korcsolyázni? Nagyszerű! Nézd csak! Nem sokára neked is így fog menni. Jól van. Először is meg kell tanulnod megállni a jégen. Caillou rájött, hogy a korcsolyázás nem is olyan egyszerű, mint gondolta. Anya! Caillou! Ez segít, amíg rá nem érzel. És már korcsolyázhatsz is. Korcsolyázni túl nehéz. Tudom, hogy nem könnyű, de büszke vagyok, hogy próbálkozol. Na, még egyszer. Caillounak már elege volt az esésekből, de úgy érezte, hogy még egyszer meg kell próbálnia az apukájával. Próbáljuk meg újra. Ez az, kicsim. Oh. Ügyes vagy, Caillou. Jaj, ne! Nézd, apa! Tudok csúszni! Ez az! Nézzetek ide! Minden rendben, Caillou! Caillou, te korcsolyázol! Tényleg korcsolyázol! Nézd, anya! Korcsolyázom! Ki kér forró csokit? Jó néhány esés után Caillou kezdett ráérezni a korcsolyázásra. Kivéve... Oh! Anya, apa! Igen, kicsim? A következő gyakorlat a kanyarodás lesz. Aztán meglátjuk, hogy vegyünk-e neked egy hokiütőt. Egy hokiütőt? Hűha! Egyszer, mikor Caillou elment a parkba a nagypapájával, találkozott egy fiúval, akit nem kedvelt. Legalábbis ő így érezte. Caillou szeretett a parkba járni, és előfordult, hogy ott barátkozott is. Rendben, Caillou, jöhet! Csinálok még egyet! Jó napot, fiatalember! Hogy hívnak? Jim! Nos, Jim, ő itt Caillou. Szeretnél játszani Caillou-val, Jim? Szerintem ez egy remek ötlet. Ha szükségetek van ránk, ott leszünk pont azon a padon. Épp tornyot építek. Én építem fel a tornyot. Az az enyém! Nem! Az enyém! Add ide! Letöntötted a tornyot! Nem én, te voltál! Csinálok egy újat! Nagypapa! Lerombolta az egészet! Lehet, hogy véletlen volt, Caillou. Jim sajnálja, Caillou. Ugye, Jim? De újraépítem. Ráadásul jó munkát végeztél. Most menjetek és játszatok kedvesen, jó? Rendben. Nem akarok ilyet játszani. Inkább megyek hintázni. Várj meg! Lökj meg! Nem, nem akarlak. Te löksz először.
Caillou-nak nem tetszett, hogy mindenben Jim akart lenni az első. Caillou, mi a baj? Nem akar velem játszani. Mindenben ő akar lenni az első. Jim, tudod, hogy mindent felváltva kell játszani? Vagy elfelejtetted? Tudom. Szeretnél a barátom lenni? Ezután felváltva játszottak a vödörrel. Felváltva lögték egymást a hintán. És a nap végére annyira jól érezték magukat, hogy a nagypapa talán nem is hitte, hogy még hazamennek. Gyerekek, ideje indulni! Még néhányszor lecsúszhatunk, nagyapa, szabad? Készen vagytok mesét hallgatni? Igen! Akkor lássuk, mit csinált ma Caillou. A mai mesénk címe Caillou és az apukája. Szia, anya! Szia, kicsim! Aztán nekem nehogy rosszalkodjatok! Sziasztok! Caillou anyukája és Rosie kirándulni indult. Ez azt jelentette, hogy Caillou az apukájával maradt egész napra. Ezt szeretem. Egy bögre jó erős kávé. És én is ezt szeretem. Emlékszel még a titkos tervre? Caillou és az apukája meglepetést csinált az anyukájának. Tetszeni fog anyának a könyves polc? Ó, igen, apa! Caillou szerette így tölteni az időt az apukájával, csak ők ketten együtt. Ez hamar megszárad, szóval... Jaj, ne! Jaj, ne! Jaj, ne! Mi történt, apa? Hát, hogy az elején kezdjem, csupa festék vagy. Ahogy te is. Igen, igazad van. Másodszor pedig elfelejtettem megvenni a szép kék festéket. Megmondom, mit fogunk csinálni. Elintézünk mindent, azt fogjuk csinálni. Igen! Ígyni. Kész vagy? Igen. Akkor menjünk és intézzük el a dolgokat. Szerinted melyik tetszene anyának? Ez itt. Akkor vigyük. Így intézzük a dolgokat, apa. Ahogy mondod. Caillou és apukája úgy döntött, hogy hotdogot ebédel. Sziasztok! Megjöttünk! Caillou! Caillou! Megszáradt, apa! Mire készültök ti ketten? Elintéztük a dolgokat, anya! Nézd! Ó, egy könyves polc! Éppen erre volt szükségem! De várjatok csak! Úgy tűnik, hogy kaptam egy könyvet is. Azt én csináltam. Gyertek, gyerekek! Ideje, hogy meséljek nektek Caillou-ról. Nézzük csak, hogy mire készül ma Caillou. Igen, a mai mesénk címe. Caillou répát ültet. Caillou, kicsim, menj ki a hátsó kertbe, valaki vár rád odakint.
Caillou-t érdekelte, hogy ki lehet az. Nagypapa! Szia! Mit csinálsz? Zöldségeket ültetek az anyukádnak. Szeretnél segíteni? Igen! Csak várj, és meglátod, Caillou, hogy mennyi zöldséget fogunk itt termeszteni. Caillou nem igazán szerette a zöldségeket, de a zöldséges kert tetszett neki. Adok neked egy különleges feladatot. Szeretnéd te ültetni a répákat? Igen, persze! Itt vannak a magok a répához. És hol vannak a répák? El kell ültetned a magokat. Azután sok vízzel meglocsolni, és csak ezután fognak kikelni. A nagypapa kijelölte a helyet, ahová Caillou elültetheti a magokat, épp ahogy a nagypapája mutatta. Igen! Nagypapa, ez így nem jó. Nem nőttek ki a répák. Türelmesnek kell lenned. Az egész nyárra szükségük lesz, hogy kinőjenek. Az egész nyárra? Kész van a répa. Jó, akkor felragasztom a pálcikára a rajzodat. A tábla emlékeztette Caillou-t, hogy hová ültette a répákat. Minden nap megnézte a kertet, hogy ellenőrizze őket. Néhány hét után... A répa levelei. Ne! A répáim! Hes! Hes! Caillou nem tudta, hogy a répái valaha kinőnek-e. Túl sok időbe telt. De néhány héttel később... Szia, Caillou! Épp most sétáltam a kertben, és tudod, mit láttam? Azt hiszem, kinőttek a répák. Tényleg? A répáim? Látni akarom őket. Jövök, jövök. Ó, megint levelek. Nem répák, csak levelek. Nem olyan biztos az. Csak fogd meg a levelet és húzd. Majd meglátom. Egy répa. Jó étvágyat mindenkinek! Én magam ültettem a répákat! Ügyes vagy! Gratulálok, Caillou! Nézd meg Rosit! Úgy tűnik, nagyon ízlik neki a répa! Habár Caillou nem szerette a zöldségeket, úgy gondolta, hogy az ő répáinak tényleg jó íze van. Felkészültetek az utazásra? Meseidő van! Nézzük csak, mit csinált ma Caillou! Ó, igen. A mai mesénk címe Caillou elmegy a vidám parkba. Ott vagyunk már, apa. Ott vagyunk már, apa. Majdnem. Ott vagyunk már. Megérkeztünk. Hurrá! Caillou nagyon izgatott volt, mert életében először volt vidám parkban, és sok játékra szeretett volna felülni az apukájával. Az első, amit választott, a Niagara vízesés volt. Állj az oszlophoz, Caillou. Mi ez? Csak akkor ülhetsz fel, ha elég magas vagy. Ez az! Tetszik? Igen, magas. Egy kicsit ijesztő is, ugye? Caillou és apukája megegyezett, hogy mókás és egy kicsit ijesztő is volt. Hamarosan Caillou olyan jól érezte magát, hogy már egyáltalán nem félt. Felcsapódott ránk a víz, anya! Ki kér édességet? Én kérek! Én is kérek! Ó! Oh. Nem biztos, hogy a vattacukor a legjobb választás. Ezek szerint te nem kérsz? Mm.
okosan vagyunk. Nézd! Caillou-nak nagyon tetszett az óriás kerék. A legtetejéről látni lehetett az egész vidám parkot. Apa, apa, nézd! Caillou még sohasem látott ekkora macit. Ha az összes karikát a helyére tudja dobni, talán megnyerheti a macit. Ez a játék túl nehéz volt Caillou-nak. Nem sikerült. Nehezebb, mint gondolnád. Te meg tudod csinálni, apa? Megpróbálom. Ez a szívem! Apa, apa! Caillou nagyon remélte, hogy apukája a harmadik karikát is a helyére dobja. Tetszett a mai nap, Caillou? Hát persze, anya! Mi tetszett a legjobban? A Niagara vízesés, vagy az óriás kerék? Tudom már, ahogy apa a karikákkal megnyerte a macit, ugye? Igen! Talán van időnk egy mesére, mielőtt megérkezik a busz. Nézzük csak, hogy mit csinált ma Caillou. A mai mesénk címe Caillou és az iskolabusz. Caillou még nem járt iskolába, de minden nap az utcán várta, hogy arra menjen az iskolabusz. Nagyon szeretett volna a buszon utazni a nagyobb gyerekekkel. Utazhatok az iskolabuszon? Hát, a következő szülinapod után leszel iskolás. Nézd, most itt vagyunk. Ez pedig a szülinapod. De én utazni akarok az iskolabusszal. Talán megnézhetjük az iskolabuszt, ha bár utazni még nem utazhatsz rajta. Másnap reggel Caillou és apukája nagyon korán kelt fel, hogy közelről lássa az iskolabuszt. Már jön is, apa! Már jön is! Ó, Istenem! Szia, Caillou! Te is jössz velünk? Caillou még nem iskolás, Sara. Jó reggelt, fiatalember! Te is jössz az iskolába? Várjunk csak! Emlékszem rád! Én vittelek óvodába is, amikor még kicsi voltál. Jó napot, Washington bácsi. Örülök, hogy látom. Ő a fiam, Caillou. Látni akarta a buszt. Nos, Caillou, örülök, hogy találkoztunk. Már alig várom, hogy vihesselek az iskolába, ha eljön az ideje. Fel akarok ülni a buszra, apa! Ó, ma nem tudlak elvinni, Caillou. Washington bácsi látta, hogy Caillou nagyon csalódott. De talán holnap igen, feltéve, ha az anyukád és apukád beleegyezik. És meg kell kérdeznem még a főnökömet is. Úgyhogy előre nem ígérhetek semmit. Hát nem kedves ez a Washington bácsi. Menjünk, beszéljünk anyával. Hűha! Mi ez, Caillou? Az iskolabusz, apa. És ki vezeti az iskolabuszt? Én! Caillou, ne feledd, hogy csak holnap tudjuk meg, hogy felszállhatsz-e a buszra. Szia, Caillou! Ma te is jössz az iskolába? Caillou nagyon ideges volt, hisz nem tudta, hogy felszállhat-e a buszra. Jó reggelt! Nem késhetünk az iskolából, Caillou. Szállj fel! Mire vársz, kicsim? Futás! De jó! Caillou-nak nagyon tetszett a nagy sárga iskolabusz. Mindjárt otthon leszünk. Az apukád már ott vár rád. Szia! Láttad, apa, fent voltam a buszon. Láttalak. És most köszönjük meg Washington bácsinak. Köszönjük Washington bácsi! Szia, Caillou, szia! Jövőre találkozunk! Hol bujkáltok? Meseidő van. Hát itt vagytok.
Nézzük csak, hogy mit csinált ma Caillou. A mesénk címe Caillou keresi Gilbertet. Mehet Gilbert! Segíts, Gilbert! Ez az, Gilbert! Segíts! A dinoszaurusz el akar kapni! Caillou szeretett dinoszaurusz vadászt játszani, amit Gilberttel mindig jobban élvezett. Uzsonna idő! Gilbert, maradj itt! Szia, Caillou! Mit csináltál ma? Játszottam Gilberttel! Megmentettem a dinoszaurusztól! Komolyan? Nagyon bátor lehetsz, ha dinoszauruszra vadászol. Gyere elő, Gilbert! Játszunk! Gilbert! Gilbert! Hol vagy? Caillou mérges lett. Megmondta Gilbertnek, hogy maradjon ott, de Gilbert nem hallgatott rá. Apa, Gilbert eltűnt, nem várt meg! Hát, itt nincs. A nappaliban sincs. Vajon hol lehet? Szükségem van rá a játékhoz. Gilbert, gyere ide most rögtön! Gilbert, rossz cicus vagy. Caillou kezdett nagyon dühös lenni Gilbertre. Vajon hol bujkálhatott? Ó, mit csinálsz itt, Caillou? Nem találom Gilbertet. Meg kellett volna várni engem a nappaliban. Talán valamelyik hálóban alszik. Nézzük meg. Legyünk nyomozók. Nyomozók? Nos, ha nyomozunk, keresünk nyomokat. Mik azok a nyomok? Nyom minden, ami segít megtalálni Gilbertet. Tartsd nyitva a szemed. Ez is egy nyom, anya. Caillou megtalálta a láncot a dinoszauruszról, amivel játszottak. Ez azt jelentette, hogy Gilbert a közelben volt. Ez nagyszerű nyom. Gilbert! Találom, anya. Már csak egy szoba van, amit nem néztünk át. Az én szobám! Gilbert, gyere elő! Gilbert! Nézd, anya, a dinoszaurusz! Még egy nyom! Valóban ügyes nyomozó vagy. Ha, megtaláltam! Készüljetek, gyerekek! Meseidő van! Nézzük, Caillou-t! Épp reggelizik! De ez nem egy akármilyen reggeli. Ez a történet Caillou meglepetés reggeliéről szól. Egy reggel Caillou nagyon-nagyon korán ébredt fel. Próbált teljesen csendben maradni, és nem ébreszteni fel senkit. Anya, alszol! Apa, alszol! Caillou teljesen felébredt, és nagyon éhes volt. Úgy döntött, hogy megreggelizik azon nyomban, teljesen egyedül. Ekkor támadt egy ötlete, csinál reggelit az egész családnak. Szia, Rozi, gyere velem! Készítek reggelit mindenkinek! Caillou nem akarta felébreszteni a szüleit. Azt akarta, hogy a reggeli meglepetés legyen. Kérsz tejet, Rozi?
Gilbert, éhes vagy? Kérsz reggelit? Hoppá! A reggelivel sok munka volt, és Caillou-nak még meg is kellett terítenie. Hatalmas meglepetést akart okozni anyukájának és apukájának. Mi volt ez? Nem hallottam semmit. Caillou a konyhában van. Caillou! Minden rendben, kicsim? Meglepetés! Ja, értem, rendben. Kíváncsi vagyok, mivel lep meg minket, Caillou. Arra én is. A szekrény nagyon zsúfoltnak tűnt, de vajon hol találja a reggelit? Anya szereti a műzlit. Muffin! Apa szereti a muffint. Anya! Caillou még nem volt kész. Volt még valami, amit az asztalra akart tenni. Azt akarta, hogy a meglepetés reggeli tökéletes legyen. Rendben, bejöhettek! Meglepetés reggeli! Valóban az. Jól néz ki. Nézzenek oda, a kedvenc műzlim. Én pedig kaptam egy muffint, és itt a vaj is, hogy meg tudjam kenni, ahogyan szeretem. Hatalmas meglepetést csináltam nektek! Ki szeretne hallani egy mesét? Szeretnétek, hogy olvassak nektek? Igen! Olvast fel, Nagyi! Hadd nézzem, mi a címe. Ó, igen! Caillou hiányzó zoknia. Caillou rögtön megtalálta az egyik kedvenc zokniát. De a párját még keresnie kellett. Caillou nem találta meg a hiányzó zoknit a szobájában, ezért úgy döntött, hogy körülnéz a mosókonyhában. Úgy gondolta, hogy a másik zokni a mosógépben lehet, de túl alacsony volt, hogy megnézze. Úgy döntött, kimegy egy székért. Megpróbálta kinyitni az ajtót, de nem tudta. És ez egy kicsit ijesztő volt. Anya, anya! Caillou, apa itt van, itt vagyok, ne félj! Rögtön kihozlak onnan, meglátod? Azt hiszem, hogy odabent leesett a kilincs, ugye? Igen, apa. Nos, ezen az oldalon megvan, de óvatosan kell mozgatnom. Minden rendben, Caillou. Mit csinálsz idebent? Az oknimat keresem. Alaposan körülnéztél? Nézzünk körül együtt, jó? Jó. Anya reggel hozott fel ruhákat, lehet, hogy elejtette az oknidat. Be akarok nézni a mosógépbe. Jó ötlet, nézzünk bele. Látod az oknidat? Nem. Megint elfelejtettem becsukni. Éni. Ez üres. Látni akarom. Tényleg nincs itt. Keressünk neked egy másik zoknit. Biztos fázik a lábad. De én a kedvenc zoknimat akarom. Ha találunk neked zoknit, segíthetsz megszerelni a kilincset, ha van kedved. Valaki becsukta az ajtót. Édesem, ott vagy? Ha-ho! Kiabáljunk együtt. Anya! Anya! Caillou ez alkalommal nem félt, mert vele volt az apukája. Szívem, oda bent vagy. Jaj, ne! Leesett a kilincs. Caillou apukája elmagyarázta az anyukájának, hogyan rakja vissza a kilincset, és nem sokkal később már ki is nyitotta az ajtót. Jobb lesz, ha megjavítom, mielőtt más is bent ragad. Hozom a szerszámokat. Mi történt a zokniddal? Elvesztettem. Talán fel tudlak vidítani.
Nézd csak a kosárba! Itt van! Mivel Caillou mindkét lábán volt zokni, segített apukájának megszerelni a kilincset, hogy többé senki se ragadjon bent. Meseidő van, gyerekek! Megengeditek, hogy ide üljek közétek erre a székre? Így mind látjuk a könyvet. Miről szól a mese, Nagyi? Caillou egyik legújabb kalandjáról. A címe Caillou dolgozni megy. Caillou nagyon izgatott volt, mert dolgozni ment a mamájával. Az első dolgunk, hogy átmegyünk a forgóajtón. Az menni fog, nézd! Rendben, menj előre, de a túloldalon lépj ki. Anya! Ó, kicsim, nyomd tovább, Caillou. Menjünk még egyszer! Caillou még soha nem látott ilyet. Vicces hangokat hallott, és olyan embereket látott, akikkel még soha nem találkozott. Caillou! Biztos te vagy, Caillou. Örülök, hogy találkoztunk. Isten hozott az irodában. Caillou dolgozni jött. Parancsolj, ma ez lesz az asztalod. Mit szeretnél csinálni? Szeretnék dolgozni. Caillou azt hitte, hogy a munka a papírra írás. Tudok dolgozni. Végeztem! Nézd, anya! Nagyszerű, Caillou. Várj egy percet. Nézd, anya! Ez vagy te, ez itt apa, ez Rozi, és ez vagyok én. Tedd el a tiéd! Ez gyönyörű, Caillou. Köszönöm. Jó munkát végeztél. Most már játszhatunk? Most még nem, Caillou. Először ezt kell befejeznem. Addig rajzolj még egy képet. Szia, Maci! Anya munkája nagyon sokáig tart. Caillou, még nem végeztem a munkával, de van egy meglepetésem. Halló? Apa, én vagyok Caillou. Anyával dolgozom. Munkát csinálok. A Maci is velem van. Szeretlek, apa. Szia! Szeretnél ebédelni? Anyukájával megebédeltek, és istenit piknikeztek a Macival. Tegyük ki a rajzodat a hirdető táblámra, hogy mindenki láthassa. Jó, majd én kiteszem. Hű, de csodás! Hí! Apa! Menjetek csak, otthon találkozunk. Látod, ez az iroda, ahol anya dolgozik. Így igaz. Caillou büszkén mutatott meg mindent apukájának, amit tudott az irodáról. Várj, mutatok valamit. Az ajtó nagyon nehéz volt, ezért Caillou apukája segített neki. Erősnek kell lenni, hogy ezt az ajtót megmozdítsd. Tudom. Caillou elmesélt mindent a munkával töltött napjáról. Megint veszekedtek. Hagyjátok abba, és hallgassatok meg egy mesét. Nézzétek csak, úgy tűnik, hogy Caillou és Clementine is vitatkozik. A mai mesénk címe Caillou vitája. Clementine átment játszani Caillouhoz, ezért Caillou rendbe rakta a játékait. Caillou! Caillou, gyere le, megjött Clementine! Sziasztok! Búj be, Clementine! Köszönj szépen, Caillou! Szia! Légy jó kislány, Clementine! Szépen játszatok! Igen, anya! És ne csinálj semmi bajt! Nem fogok! Biztos, hogy nem lesz velük semmi gond! Gyere be, Clementine! Ez az! Hű! Mennyi játékot hoztál! Caillou szeretett volna a dinoszauruszokkal játszani, és el akarta magyarázni Clementine-nak, hogyan építsenek házat nekik az építőkockákból. Játszunk papás-mamást, te leszel a papa, én pedig az anya.
Caillou nem így képzelte el a szórakozást. Játszunk a dinoszauruszokkal. A Matko és a Nyuszi lehetnének a gyerekeink. Az az én Matkom, és az én Nyuszim. Caillou nem szerette, ha engedély nélkül nyúltak a Maciához vagy a Nyusziához. Tartsuk te a délutánt. Gyere és ülj le. Add vissza őket, az enyémek. Ne butáskodj, Caillou. Ülj le és játsz kedvesen. Nem akarok kedvesen játszani. Mi a baj? Nem játszom papás-mamás, dinókat akarok! Rendben, a dinók is lehetnek a gyerekeink. Caillounak ez az ötlet egyáltalán nem tetszett. Nem akarok többet játszani veled. Már nem is szeretlek. Anya! Mi a probléma, Caillou? Hol van Clementine? Nem szeretem Clementine-t. Elvette a Macit és a Nyuszimat. Nézzük csak, mit évők legyünk, jó? Most kérjetek bocsánatot, és béküljetek ki. Sajnálom, Caillou. Te jössz, Caillou. Sajnálom, Clementine. Gyertek beljebb. Clementine bátyja Billy baseball bajnok volt, és Caillou mindig nagyon örült, ha láthatta. Szia, Billy! Szia, Caillou! Szeretnél velem játszani? Nagyszerű dobó leszel, Caillou! Gyertek, gyerekek! Ígyatok! Versenyezzünk! Hey! Caillou, te is Clementine ügyesen baseballoztok. Hamarosan újra játszunk. Ez az! Szeretnék veled és Clementine-nal játszani holnap is, azután is, és még azután is. Gyertek, gyerekek! Meseidő van! Hűha! Nézzétek meg Caillou-t! Úgy tűnik, hogy fél. Tudjátok miért? A mai mesénk címe Caillou csúszdázik. Caillou istenien érezte magát a játszótéren. Nézz ide, nézz ide! Tü-tü! Vonat vagyok, apa! Szia, Caillou! Szia, Clementine! Épp vonatozom! Én is játszhatok. Clementine és Caillou élvezte a vonatos játékot, amikor Clementine-nak támadt egy ötlete. Csúszdázunk? Igen! Nem, nem ezen, hanem azon! Clementine a nagy gyerekek csúszdájára mutatott. Amikor Caillou megállt mellette, hatalmasnak és nagyon-nagyon magasnak tűnt. Ez túl magas! Caillou megrémült. Gyere, Caillou! Először lent játszunk. Caillou rábeszélte Clementine-t, hogy először a csövekben játszanak. Kapj el, Caillou! Már jövök is! Meg vagy! Kezd későre járni. Lassan mennünk kell. Jaj, ne! Gyere, Caillou! Magas, de ne, nem félek. Te menj először. Ez jó volt. Gyerünk, Caillou, te jössz. Csúszd le, jó lesz. Csúszd le, Caillou! Nem félek! De valójában Caillou nagyon félt. Apa! Apa! Caillou sír. Nagyon fél. Én nem félek. Ez könnyű. Mi a baj, Caillou? Ez egy nagy, félelmetes csúszda, de azért jónak tűnik. Tudom már, mi legyen.
Csúszunk le ketten együtt. Egy, kettő, három, gyerünk! Caillou élvezte, de Clementine nem volt túl kedves. Én egyedül csúsztam le. Ez az! Én is egyedül csúsztam le. Ez könnyű? Nos, ideje indulni, Caillou. Mindjárt jövök. Jéj! Még egyszer, apa! De mint kiderült, nem csak egy alkalomról volt szó. Gyertek, gyerekek! Meseidő van! Hűha! Nézzétek meg Caillou-t! Úgy tűnik, hogy fél. Tudjátok miért? A mai mesénk címe Caillou csúszdázik. Caillou istenien érezte magát a játszótéren. Nézz ide, nézz ide! Tü-tü! Vonat vagyok, apa! Szia, Caillou! Szia, Clementine! Épp vonatozom! Én is játszhatok. Clementine és Caillou élvezte a vonatos játékot, amikor Clementine-nak támadt egy ötlete. Csúszdázunk? Igen! Nem, nem ezen, hanem azon. Clementine a nagy gyerekek csúszdájára mutatott. Amikor Caillou megállt mellette, hatalmasnak és nagyon-nagyon magasnak tűnt. Ez túl magas. Caillou megrémült. Gyere, Caillou! Először lent játszunk. Caillou rábeszélte Clementine-t, hogy először a csövekben játszanak. Kapj el, Caillou! Már jövök is! Megvagy! Kezd későre járni. Lassan mennünk kell. Jaj, ne! Gyere, Caillou! Magas, de ne, nem félek. Te menj először. Ez jó volt. Gyerünk, Caillou, te jössz. Csúsz le, jó lesz. Csúsz le, Caillou! Nem félek! De valójában Caillou nagyon félt. Apa! Apa! Caillou sír. Nagyon fél. Én nem félek. Ez könnyű. Mi a baj, Caillou? Ez egy nagy, félelmetes csúszda, de azért jónak tűnik. Tudom már, mi legyen. Csúszunk le ketten együtt. Egy, kettő, három, gyerünk! Caillou élvezte, de Clementine nem volt túl kedves. Én egyedül csúsztam le. Ez az! Én is egyedül csúsztam le. Ez könnyű? Nos, ideje indulni, Caillou. Mindjárt jövök. Jéj! Még egyszer, apa! De mint kiderült, nem csak egy alkalomról volt szó. Olvassak nektek? Egy mesét Caillou-ról. A mai mesénk címe Caillou kutyát sétáltat. Szia, kis kutya! Caillou már találkozott a kis kutyával. Szia, Caillou! Ismét vigyázok a kutyusra, és képzeld, meg akar téged látogatni. Szeretnéd megsétáltatni? Persze. De jó!
vezethetem? Hogyne? Nézd, nagymama, magától leült. Arra vár, hogy szólj neki, ha átmehet az úton. Mondd, hogy indulj, amikor mehet. Indulj! Caillou élvezte, hogy a kiskutya szót fogadott neki. Nézd csak, mit hoztam neked. Játszani szeretne. Dobd el, és mondd, hogy hozd ide. Vissza fogja hozni neked. Hozd ide! Sikerült! Mondd, hogy tedd le. Tedd le! Hozd ide! Caillou csodásan érezte magát. Örült, hogy játszhatott a kutyussal. Apa, tudod, hogy mit szeretnék nagyon, de nagyon? Mit, Caillou? Egy kis fehér kutyust. Nagyon aranyos, ugye? De tudod, Caillou, nekünk már van házi állatunk, Gilbert. De én kutyát akarok, akit sétáltathatok. Ha Rosie és te idősebbek lesztek, majd meglátjuk. Jó éjszakát. Jó éjszakát, apa. Caillou nem akar várni, hogy idősebb legyen. Rögtön akarta a kutyust. Mikor reggel megtalálta a játékkutyusát, támadt egy ötlete. Ez lesz a póráz. Anya, apa, gyertek ide! Mi az? Meglepetés! Nézzétek! Wow, 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 wow! Most már Caillounak is volt kutyusa, akit sétáltathatott. Mi az, Nagyi? Olvasd el! A mai mesénk címe: Caillou vigyáz Rosira. Caillou és Rosie nagyon jót játszott Rosie új játékával. Meglehetősen hangosan. Nagyon fáj a fejem, és le kell feküdnöm. Tudnál vigyázni Rosira, hogy ne csináljon addig semmi bajt? Igen, anya. Köszönöm, Caillou. Inkább rajzoljatok állatokat. Az csendesebb, úgy tudnék pihenni. Rendben. Caillou tudta, hogy képes lesz vigyázni Rosira. Rajzolni fogunk, Rosi. Kértelek, hogy vigyázz Rosira, nem arra, hogy veszekedj vele. Caillou nem értette, hogy az anyukája miért rá volt mérges. Ő mindent megtett, hogy csendben legyen. Az egész Rosie hibája volt. Anya, én próbáltam, de... Rosie, pihenned kell. Rosie, nem is...
Mindjárt jövök, Kájú. Én nem akarok többé Rozi nagy testvére lenni. Ó, Kájú. Meséld el, mi történt. Rászóltam Rozira, de nem figyelt rám. Nem könnyű idősebbnek lenni, ugye? Jobb lesz, ha lemosom azt a falat. Segíteni akarok. Az csodás lenne. Kislányként egyszer vigyáznom kellett az unokahúgomra, amíg a szüleim szórakoztak. Tudod, mit csinált? Kinyomott egy egész tubus fokrémet, és az egészet magára kente. Az nagyon rossz. Én is bajba kerültem, ahogy most te. Ügyes vagy, Kájú. Kájú! Tehén! Kájú, kezdesz felnőtté válni, és nagyon jó testvére lenni Rozinak. Szia! Úgy tűnik, most csak ketten hallgatjuk meg a mesét. Itt vagyunk! Ó, mégsem leszek egyedül ezek szerint. A mai mesénk címe Kájú beteg. Kájú rosszul érezte magát reggel, a homloka nagyon meleg volt. Azt hiszem, lázas vagy. Hozok valamit, amitől jobb lesz. Pihenned kell. Egy kis idő után Kájú úgy érezte, hogy az ágyban fekvés unalmas. Kájú, feküdj vissza! Nem akarok visszafeküdni! Tessék, ettől jobban leszel. Másnap valami furcsa dolog történt. Anya! Szia, jobban vagy már? Nézd! Ez bárányhimlő. Bárányhimlő? Attól tartok, ez azt jelenti, hogy vissza kell feküdnöd. És nem szabad vakaróznod. Miért? Mert attól rosszabbak lesznek a pöttyök. Ne vakarolsz, Kájú. Kész a fürdő. Hamar meggyógyulsz, meglátod. A legnehezebb az volt Kájúnak, hogy ne vakarja a viszkető pöttyöket. Megint vakaróztál? Csak egy kicsit. Az mi? Egy kis apróság. Add ide a dinoszauruszodat. Olyan, mint én. Hadd folytassam. Mire Kájú és anyukája bepöttyözte a dinoszauruszt, pont olyan volt, mintha neki is bárányhimlője lenne. Kájú bánatos volt amiatt, hogy nem mehetett ki a házból. Kint akart játszani Rozival. Anya, sok pötty eltűnt már. Kimehetek játszani? Még nem, kicsim. Kész vagy a fürdésre? Igen. Fürödhet velem a dinoszauruszom is? Nézhet, de nem mehet be a vízbe. Kájú azt hitte, hogy a pöttyök már soha nem tűnnek el, de egy reggel már alig látszottak. Szia, Kájú! Hé, a dínóról jó sok pötty eltűnt. Rólam is. Tényleg? Mutasd. Szia! Kájú szaladt elújságolni Rozinak, hogy újra játszhatnak együtt. Szia, Rozi! Nézd, eltűntek a pöttyök! Ó, anya! Mi történt? Rozi bárányhimlős. Igazad van. Sokat fogsz fürdeni, és el fognak tűnni a pöttyeid, ahogy a dínomról is. Igen! Szia! Majd később hívlak. Nos, hol tartottunk? Ó, igen, belekezdtünk egy Kájú mesébe.
Nézzük csak, mit csinált ma Caillou. A mai mesénk címe Caillou telefonál. Anya! Azt hiszem, jó lesz, de megnézem a naptáramat. Aha. Anya, Rózi csinált valamit. Caillou, telefonálok, ne zavarj közben. Várj egy kicsit, jó? Caillounak úgy tűnt, hogy anyukájának nem volt rá ideje, mert egész reggel csak telefonált. Rendben, hívjon, amint tud valamit. Viszlát, várni fogom. Mit akartál mondani, kicsim? Rózi széttépett egy könyvet, meg kell nézned. Csak egy perc, Caillou. Jó napot, már vártam a hívását. Csak egy másodperc. Tényleg nem érek rá, kicsim. Játsz valamit, majd később beszélünk, jó? Nézd, mit rajzoltam! Rendben, az megfelel. Viszlát! Szia, kicsim! Hadd nézzem. Sajnálom, Caillou, hogy ilyen sokat kell ma telefonálnom, de nem sokára végzek, jó? Caillou szeretett volna beszélni anyukájával, ezért úgy döntött, hogy felhívja. Anya, felhívtalak, és csöngött a telefon! Oh. Miért nem veszed fel most te? Halló, Caillou vagyok. Caillou szerette felvenni a telefont, felnőttnek érezte magát. A Nagyi az anya, a Nagyi. Kérdezd meg, hogy van. Szia, Nagyi, hogy vagy? Jól vagyok, és te, Caillou? Én is. Azt szeretném kérdezni, hogy nem látogatnál-e meg délután? De igen. Gyertek be, szia, Caillou. Emlékszel még a barátom kutyusára? Igen, Nagyi. Menjetek, játszatok a kutyussal, amíg mi beszélgetünk. Nagyi, nézd a kutyust! Ugrál! Ne futkároz, Rozi! Kezd túl izgatott lenni. Maradj nyugodtan. Igen, Nagyi. Sajnálom, most nem tudok beszélni, de majd visszahívom. Minden alkalommal ezt csinálja, ha csörög a telefon. Miért? Fél, hogy elfeledkezem róla, ha valaki mással beszélek telefonon. Ez emlékeztet valakire, akit ismerek. Mi nevettek ennyire? Ez elég vicces. De majd Caillou elmeséli. Nagyon vicces történet, Nagyi. Örülök, hogy itt tudtok aludni. Nézzétek, épp ezt teszi Caillou is a mesében. A címe Caillou vendégségbe megy. Az egész azzal kezdődött, amikor Leo meghívta Caillou-t, hogy aludjon náluk. Caillou és anyukája éppen pakolt. Caillou, szerinted nem felejtettünk el valamit? A pizsamámat! Így van. Ha Leoéknál fogsz aludni, szükséged lesz rá. Ez minden? Igen! Ez volt az első alkalom, hogy Caillou egy barátjánál aludt. Így érthető, hogy nagyon izgult. Szállj be, Caillou! Biztos, hogy valamit elfelejtettünk. De vajon mit? Gondolkodjunk. Pizsama? Pizsama. Fogkefe? Fogkefe. Mackó? Mackó! Őt felejtettük el! Jó, minden megvan. Mehetünk? Leo apukája épített egy házat a fára. Caillou imádott játszani benne. Leo, Caillou, vacsora! Gyertek, mossátok meg a kezeteket!
Caillou tényleg jól érezte magát fiójéknál, de ahogy eljött a vacsora ideje, kezdte magát egyedül érezni. A szüleire és az otthonára gondolt. Nem vagy éhes, Caillou? De... Lássuk, ki véged elsőként, és kap először desszertet. Caillounak és Liónak lassan aludni kellett. Caillou észrevette, hogy Lióéknál még a fogmosás is élvezetes. De amikor le kellett feküdni, Caillounak hirtelen elkezdte hiányozni a szülei és az otthona. Kezdett nagyon szomorú lenni. Kész vagytok, gyerekek? Feküdj le, Caillou. Jó éjszakát. Ó, kicsim, mi baj van, Caillou? Haza akarok menni. Tudod mit? Menjünk és hívjuk fel az anyukádat telefonon. Haza akarok menni, anya. Mackó is haza akar jönni. Mackó? Szegényke. Biztos egyedül érzi magát a táskádban. Pedig annyira várta, hogy Lióéknál aludhasson. Mikor Caillounak eszébe jutott Mackó, már nem is akart hazamenni. Kivette a táskájából, és adott neki egy nagy puszit. Most már jobban van a Mackó? Igen, mivel hogy magamhoz öleltem. Rendben. Jó éjszakát. Aludjatok jól. És álmodjunk szépeket! Nagyi, mesélj nekünk! Ó, Caillouról olvassak, ugye? Nézzük csak, mit csinál. A mai mese címe Caillou baba lett. Caillou és Rozi egész reggel játszott, de nem akárhogy. Jaj, ne! Mi ez a felfordulás? Istenem! Mit szólnál, ha ebéd előtt rendet raknánk? Segíts rendet rakni, kérlek! De Rozi nem rak rendet! Rendben. Próbáljuk meg. Rozi, rendet rakunk. Látod? A játékok idevalók. Ez az, kicsim. Hozd a többit is. Anya, nézd! Rozi játszik! Ez nem ír, én is játszani akarok! Caillou, Rozi még túl kicsi, hogy takarítson. Majd én csinálom helyette. Caillou, te már elég nagy vagy, hogy takaríts. Caillou igazságtalannak érezte anyukáját. Nagyon dühös lett. Én is fedeles pohárba kérem a tejet. Rendben. És a szendvicsemet is katonázd fel, ahogy Rozi-ét. Én is, anya. Partedli, neked. Caillou. Szeretek kisbaba lenni. Caillou úgy érezte, jobb kisbabának lenni, mint 4 évesnek. Nem bánom, ha kisbaba szeretnél lenni, de kérlek, ne légy ilyen rendetlen. Caillou és Rozi jól szórakozott az ebéd utáni játékkal. Alvás? Igen, az én két kisbabámnak pihennie kell. Bújj az ágyba, Caillou, mindjárt jövök betakarni. Caillou nem igazán akart aludni. De mivel baba szeretett volna lenni, mint Rozi, muszáj volt. Jó pihenést, Caillou. Mi a baj, Caillou? Nem akarok pihenni.
Minden kis baba pihen délután. Nem akarok baba lenni. 4 éves akarok lenni. Jó, nincs kedved kártyázni? De igen. Örülök, hogy újra 4 éves vagy. Nyertem! Főcímdal Kilényi Márk. Magyar hangok: Cető Ádám, Mezei Kitti, Velker Gábor, Ungvári Zsófi, Zahorán Adrien. Szerkesztő Horváth Márta. Magyar szöveg Potyondi Péter. Munkatársak: Beke Tamás, Vüns Attila, Farkas Márta, Kis Lajos. A szinkront az MTV ZRT megbízásából a Vidár Team készítette.